Megújul a 90-es években épült, jelenleg rossz állapotú Rárosi úti kerékpárút. A beruházó november végére ígéri a munkálatok teljes befejezését. Decemberre pedig már a szintén elhasználódott Szántó-Kovács János utcai bicikliút is teljes felújításon esik át. Tavaly a közeli Mester utcán újult meg a bicikliút, így a Rárosi úti kerékpárút rendbetételével ez a két bicikliút is egymáshoz és ahhoz a 66 kilométernyi kerékpárúthoz kapcsolódik majd, amely egész Hódmezővásárhely területét behálózza. Ezek a felújítások egy 130 millió forintos kormánytámogatásból valósulnak meg. Nem csak az egy kerékpárút van benne, elkezdődött már, hogy látták, jártak arra a Szántó-Kovács János utcai kerékpárút is nagyon. De ez a két kerékpárút volt vásárolni egyébként, mert a legrosszabb állapot volt az utóbbi időben. Az is teljes hosszában meg fog újulni. Ez a Rárosi út, ez egy másfél kilométer, a Szántó-Kovács János egy kilométer hosszúságban. Ugyanebből a forrásból kap szilárd burkolatot az Epres kertben a szervizút és a Simonyi utcai köz is. A tervek között szerepel, hogy ne csak a Rárosi úti kerékpárút, hanem maga az út is kapjon új burkolatot, és újuljanak meg a vízelvezető árkok is. Erre még keresi az önkormányzat a pályázati forrásokat, legkésőbb a 47-es elkerülő út elkészültével szeretnék a Rárosi utat legalább a becsatlakozásig teljes szélességében megújítani, fogalmazott Fekete Ferenc. Meg fog valósulni továbbá az öreg Kishomok, illetve Kopáncs felé a 47-es út mentén futó kerékpárút megújítása is. A beruházás pontos ütemterve azonban még egyelőre nem került nyilvánosságra, erősítette meg az önkormányzati képviselő.